Az első kérdésem Gulyás Gyulához lesz. Muszáj lesz sietni, mert 15 percet kaptunk, és ez azért pont annyi idő, hogy mielőtt belemelegednénk, már is abba kell hagyni. Meglepetés volt számomra, hogy két akadémikus művét, közös művét láttuk most, de meglepetés az volt, hogy Gulyás Gyula bejelentette, hogy ő szeretne Ács Margitról portréfilmet készíteni, punktum. Nagyon több rendezőt is el tudtam volna gondolni, pont Gulyás Gyulára nem gondoltam. Az volna kérdésem, Gyula, hogy mikor figyelt föl úgy Margitra, és kezdte, mint egy ilyen dokumentumfilmes detektív, követni, figyelni, hogy ez az ember itt él, mozog, csinál valamit, és ezzel majd én valamit fogok kezdeni. Miért és mikortól? Az akadémia előtt figyeltem föl, amit azt a Margit is tudja. Én ifjúságomban amatőrfilmes voltam, és megkerestem egyszer egy novellája kapcsán, hogy csinálnék filmet. Ez el lett utasítva, ami azóta is ugye egy örök kibeszélendő valami. De minden esetre a munkásságát nyomon követtem, és amikor megtudtam, hogy itt van, és van ez a lehetőség, akkor ezért jelentkeztem. Tehát egy ilyen kettős kör volt ez, hogy valami módon beteljesüljön a korábbi kezdeményezés. Gondoltam, hogy nagyjából egy generáció, Gyula is és Margit is, hogy valahogy a közös élmények, vagy sors tapasztalat, kor élmény vonzotta talán. Persze, nyilvánvaló szóval a mentalitása is, ami szerintem azért ebből a filmből kiderül, egy meglehetősen sokrétű sorssal állunk szemben, és egy olyan vallomást kapunk, tehát nem egy nyilatkozat, nem egy, nem tudom én, diszjokénak a megunt lemezei, látszik rajta, hogy megfontolja, amit mond, és benne van az is, ami szerintem még a riportokban is, a jó riportoknak is egyik nagyon lényeges meghatározója, hogy egyedi, első visszavonatatlan. Tehát, hogyha meg kellett volna még egyszer ismételnünk, akkor redundánssá válik. Lehet, hogy nagyon profi lett volna, összefogottabb, és esetleg más következtetésekre is kiukad, de én szeretem ezt, amikor kifejezetten érződik az, amivel azt hiszem nem mondok nagyot, hogy volt egy szorongás, egy félelem. Általában a filmezéstől, akik a nagyon, pedig minimális távol vonultunk föl, szóval ehhez képest egy stúdió, a legegyszerűbb vidéki tévéstúdió is körülbelül 50-szer annyi lámpát használ, kamerát és időbeosztást és így tovább. Itt meg volt arra is alkalom, hogy bizonyos dolgokat ismételjünk, esetleg visszatérhessünk rá, vagy más asszociációkra térhessen ki. Én, ha nem is azt mondom, hogy az életének és sorsának a teljességét, de egy elégséges információt kaphattunk arról, ami meghatározta ezeket az éveket, amiket mondhatom, talán közösen éltünk meg. Na, az utolsó kijelentésére hadd kérdezzek rá, Margit, így gondolod te is, hogy ez egy sikerült a filmben a te legfontosabb sors meghatározóidat elmondani. Egyáltalán nagyon szigorú kritikus vagy, irodalomkritikus, eszéíróként nagyon szigorú gondolkodó, következetes gondolkodó. Most azért ugye hóhért akasztják, saját magadat kellett nézned, hogy azt adtad-e magadból, amit leginkább saját én képedben él. Én azt szoktam mondani, hogy ez a Gulyás Gyula filmje. Mert igaz, hogy valóban sikerült neki feloldani a beszélgetésekben azt a görcsöt, ami mindenkiben, aki nem színész, a szereplésnél hát azért föltámad. Hát sokszor éreztem azt, hogy hát itt most én alakítom ezt az Ács Margitot, és egy színésznő biztos sokkal jobban tudná megcsinálni. De ahogy megszólaltam és elkezdtem az emlékek között hát bóklászni, és hát ez azért a Gyula érdeklődésének is köszönhető, végül is elfelejtkeztem mindig valahogy a kameráról.
Tehát ilyen értelemben azt hiszem, hogy végül is nem szerepjátszás lett ez, hanem elég sok őszinte, hát néhány dolgot szinte vissza is szívnék, amit ott kikotyogtam. Hát ezért van. Vagy talán hát, ha nem is visszaszívnék, de hogyha megismételtük volna, akkor nem mondtam volna. Hát nem akarom még jobban leleplezni magamat, itt azért úgy érzem, hogy eléggé lelepleződtem. Igen, holott nagyon vigyázol arra, hogy a személyes intim szférádat ne nagyon lépd át, sem a szép irodalma, se az eszékbe. Nagy meglepetés volt nekem a film, azért is, mert én egy generációval későbbi vagyok, mint a két kiváló akadémikus, és az én találkozásom Ács Margittal egészen más volt. Tehát ott a 80-as évek közepek körül kezdtem figyelni, és a 90-es, a rendszerváltozás körül nagyon figyeltem, a 90-es években szintén, hát akkor még úgy messziről nézegettük, mint fiatal irodalom körül zsusmorgó gyerekek, hogy hú, ki az, meg mit tudom én. Először is azért, mert ugye nagyon kevés hiteles nő író volt a kortárs magyar irodalomban. Másodszor pedig azért, mert nagyon pontosan fogalmazott Ács Margit mindig. A 80-as évek vége felé pedig, amikor nagyon erősen részt vett már az ellenzéki mozgalomban Margit, aztán rendszerváltozás éveiben, majd a 90-es évek elején, mindig azt néztük, hogy aláírások, tiltakozó aláírásokat szerveznek, és hogyha Ács Margit neve ott van, ugye könyvészevény azzal kezdődött, akkor az úgy rendben van. Ha nincs ott, akkor azért gyanakodhattunk, hogy valami nem tiszta itt ezzel az aláírás dologgal, és számomra ez a korszak egy picit kimaradt ebből a filmből, meg hát az esszéi is, amit ezekben az években írt, amikor, mert ugye a szép irodalmat azért a 70-es, 80-as évek elején írt elsősorban Margit, ekkor egy nagyon erőteljes esszé irodalmat hozott létre. Hát én megmerek válaszolni erre a kérdésre. Ez azért maradt ki, mert meg van határozva az itt készülő filmeknek a hossza. Én ismerek képzőművészeket, nem találkoztam olyan kiállítással, ahol azt mondták, hogy csak 80 centis szobrok szerepelhetnek, vagy 40x8-as képek. Ez csak és kizárólag ebbe az iparszerű termelésbe, ahol a televízióknak a reklámmániája és a hozam tudata vezérli a műsorokat. Épp ezért azt is elmerem mondani, hogy többek közt ebből is készül egy úgynevezett rendezői változat, körülbelül 80-90 perces lesz, ahol mindezek érintve vannak, és sok minden más is, ami hát itt bizonyos kényszervágásnak esett áldozatul. De én tényleg nem tartom jónak, hogy elkészülnek itt ezek a filmek, és abban a mániában, hogy majd az úgynevezett közszolgálati televíziók ingyen bemutatják, teljesítjük ezt a kreclit, miközben épp a múlt héten ért véget egy magyarországi nemzetközi dokumentumfilmfesztivál. Az átlag filmek 80-90 perc között voltak, de voltak jóval 100 perc fölött, és ezeket bemutatták. Most nem csak arról, nem is érdemes talán itt szólni, hogy egy-egy film annyiba került, mint Magyarországon, az összes erre a műfajra fordított pénz bizonyos értelemben látszott is, felkészültségben is, technikában is, előadásban is, de hát semmilyen mániájuk nem volt, hogy nem tudom, előtte-utána híradó, mosópor és egyéb ilyen hirdetések uralják a mezőnyt. Ez sajnálatos ennek a kínosságnak. És én szeretnék is ezzel, lehetséges, hogy csak egy szemébe vagyok, nem tudom, hogy hányan vannak itt a kedves filmes kollégák közül, nem feltétlenül kell talán megszervezni, de akik nincsenek itt, és a többsége biztos, hogy ezt borítékol. Igen, egy finom kritikát érzékeltem Gyula szavaiból, mert hogy az akadémia... Nehogy már ön legyen a közszolgálatinak a szószólója, szóval azért ennyit nem ér meg. A maga mentségére csak annyit, hogy a televízió 25 perchez ragaszkodott volna, és óriási sikerként könyvelik el, hogy 53 percet sikerült kiharcolni. Most akkor Margit azt kérdezném, hogy ha Gyula megcsinálja ezt a 80-90 perces rendezői filmet, te mivel egészítenéd ki saját magadról?
vagy esetleg mit mondanál újra? Azt mondod, hogy kedves Gyula, ezt a részt most újra fogalmazom, mert biztosít, ugye a játék ebben nem kell biztatni a személyiségi jogra, az végzetes, hogyha az alany beleszól abba, hogy hogyan van a kép, és nem tudom, össze akarják tépni. Én tudok ilyeneket festőkről is, másokról is. Örülünk, hogy eddig békességben megvoltunk. Mondd el. Hát mi talán nem is azt kérném, hogy amit mondok, azt változtassa meg, hanem ott van egy része, ahol a fényképalbumokkal jövök, megyek, és ott akkora tokát csinált nekem az operatőr, ami Isten bizony, ki kell rúgni az élembert, itt vannak, ezek a jelenek. Még akkor sem volt, pedig akkor kövérebb voltam, de nem volt akkor a tokám, esküszöm. De, úgyhogy ott azt a képet vegyék ki, és csak a hangom maradjon. De hogyha átdolgozásra kerül a dolog, más cenzúrát nem akarok alkalmazni. Viszont ami valóban egy kicsivel többet beszélnék erről a közéleti hát vendégszereplésemről, tudnék is azt hiszem mondani olyat, ami hát így azért nem öndicséret lenne, hanem a korra, vagy nem az én szereplésem, hanem hát a korra jellemző dolgok. Erről fogalmam sem volt, hogy engem néznek, úgyhogy most ezen nagyon meglepődtem, amit György mondott, hogy ők nézték. Egyébként az aláírásokkal tényleg baj volt, mert a névsor miatt mindig elől voltam, és ha beolvastak a Szabad Európába egy ilyen ívet, akkor mindig az derült ki, hogy én baromira megfenyegettem a Szovjetuniót. Nagyon kellemetlen volt. Tehát ezt a közéleti szereplést és eszéket talán megerősíteném én is, és hát most már akkor beszélnék az új regényemről, ami nem sokára megjelenik, amiben hát úgy oda tettem magam, ahogy még soha egyetlen prózámba se. Krisztina azt mondta, hogy József Attila és Babérkoszorú díjas vagy, vagy most már sajtó nyilvánosságra hozta, hogy Prima díjra is jelöltek Margit, tehát vagy Prima, vagy Prima díjas, Prima Primissima díjas biztos leszel. Amikor ott az 50-es években gratulálunk, amikor ott az 50-es évek kislánykorát, meg ezt a párthű családot említed, mi volt az a legtöbb, amit saját magadról el tudtál volna gondolni, hogy majd elérhetek? Hát, én arra számítottam, hogy majd egy ilyen a Tököli úton, a két oldalon átvezetve lesz egy ilyen transzparens a képemmel és a nevemmel, és majd arra megy a Zatureczki, és látni fogja, hogy milyen lányt hagyott ki, és nem méltatott figyelemre. Ez volt a legfőbb ambícióm. Nem, elképzelni nem tudtam volna, hogy mi lesz velem, nem is képzelek. Hát ilyen, hát híres ember akartam lenni természetesen, ennyire, hogy transzparensen legyen rajta a fényképem, de hát ezt azért nagyon jól tudtam akkor is, mert már szinte gyerekkoromban is elég nagy önkontrollom volt, hogy ez álom, de jó álom volt, szerettem álmodni. Még azt mondtad, hogy a legújabb könyvedről szeretnél pár mondatot mondani. Nem most, a filmben. Majd a filmben. Akkor Gyulát megkérjük, hogy figyeljen arra, ki ne maradjon, ami most azt hiszem november körül fog megjelenni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm a figyelmüket, és vasárnaponként délután nézzék a M5-ös csatornát, ahol az akadémikusok portréfilmjeit sorozatban vetíti a televízió, és jó néhányszor ismétlik még. És ugyan Margit filmét is, illetve Gyula filmét, Margit filmét is bemutatták már tavaly. Néhány alkalommal még ismételni fogják itt a magyar csatornák is, és a Dunavörd is, tehát a nagyvilágban is látható lesz.